A megkülönböztető és figyelmeztető jelzések birtoklásával és használatával kapcsolatban számos tévhit kering a köztudatban. Hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, megkerestük a témában szakértőnek számító D&D Telekom Center munkatársát, akit ezen eszközök jogszabályi hátteréről faggattunk. A megkülönböztető jelzésekről egyrészt a 12-ben 2007-es számú IRM rendelet rendelkezik, másrésztről pedig az 59-ben 2010-es URFK utasítás. Ezen rendelet kétfelé bontja a megkülönböztető és figyelmeztető jelzéseket az említettek szerint, míg a megkülönböztető jelzés lehet kék, illetve kék-piros színű, addig a figyelmeztető jelzés az csak és kizárólag sárga. A megkülönböztető jelzéssel együtt jár a hangjelzés, amelyre egy sziréna és váltakozó hangmagasságú hangjelzés. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzésekre az engedélyt az URFK, a megyei rendőrfőkapitányságok, illetve a helyi rendőrkapitányságok adják ki. A rendőri szerv fix vagy mobil megkülönböztető jelzésre adott engedélyt, aszerint, hogy állandó vagy alkalomszerű tevékenység végzésről van szó. A rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzések felszerelésénél két csoportot különít el. Az egyes kategóriába azok a szervek kerültek, amelyeknek nem szükséges hatósági engedélyt kérniük ezen eszközök használatához. A második kategóriában pedig csak külön hatósági engedéllyel szerelhetünk föl ezen eszközök. Megkülönböztető jelzéseknél nem szükséges hatósági engedély az Országos Mentőszolgálat sürgőségi betegszállító gépjárműveire, míg például hatósági engedély kell a Nemzetbiztonsági Szolgálatnak, büntetésvégrehajtásnak, vagy akár a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Érdemes megemlíteni, hogy engedély csak a gépjármű műszaki érvényességéig adható. Megkülönböztető jelzésre engedélyt csak olyan gépjárműre adnak, amelyre az üzemeltetés célját felirattal, jelzéssel jól látható módon megjelölik. Fontos megemlíteni, hogy mind a megkülönböztető jelzés, mind pedig a figyelmeztető jelzésnek használatának kezdetét és végét köteles haladéktanul bejelenteni, ha egy mentőszolgálatról van szó, akkor a mentőszolgálat központjába, ha egyéb szervről van szó, akkor saját ügyeletére, hogyha nincs ilyen ügyelet, akkor pedig a kiindulás hely szerinti rendőrkapitányságra. A megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművet kétféleképpen ellenőrizhetik. Egyrészt a hatósági engedély kiadását követő 45 napon belül, amelyet a helyi rendőrszerv végez el, vagy pedig a szokásos közúti gépjármű ellenőrzés során. Egyrészt ellenőrzi, hogy a gépjármű nyilvántartásban a megkülönböztető jelzés használata szerepel-e, illetve magában a forgalmi engedélyben. Ellenőrzi továbbá a felszerelés és a használatra való jogosultságot, illetve az erre vonatkozó előírások betartását. Bizonyos kivételtől eltekintve megkülönböztető jelzést azt használhat, aki a külön jogszabályban előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.